Az Arany János iskola Szegfű Gyula utcai épületének külső homlokzata és a tető még az első ütemben újult meg, mostantól pedig az intézményen belül munkálkodnak a szakemberek. Évekkel ezelőtt döntött a közgyűlés arról, hogy egy 600 millió forintos keretösszeget biztosít a tankerület számára az Arany János óvoda általános iskola, szakiskola és egymi Szegfű Gyula utcai épületének teljes felújítására. Az első ütem már a tavaly évben elkészült, amikor ugye a tető és a homlokzat került felújításra. Most pedig indul a második ütem, amely belső munkákat érinti, alapvetően a teljes villany és gépészeti felújításra kerül sor. Egy lift kerül majd beépítésre. Mészáros Attila hozzátette, a válaszfalak elbontásával nagyobb közösségi tereket alakítanak ki, megújul a konyha és az étkező is. A mintegy 800 gyermeket és 50 pedagógust érintő felújítást várták már az intézményben. Egy jól megvilágított tanterem, egy kellemes hőmérsékletűre felfűtött tanterem, egy mozgássérült tanulókat szállító lift a mai világban, hát mondhatjuk úgy, hogy alapfeltételnek kellene, hogy legyen egy gyógypedagógiai módszertani intézménybe, és most ez itt remélhetőleg az említett 9 hónap alatt nagy örömünkre meg fog valósulni. A Szegfű Gyula utcai épületben 1928-ban kezdték el az oktatást, a II. Világháborúban hadikórházként, majd újra iskolaként működött. Időközben számos átalakításon átesett már, de tervszerű komplett felújítását még soha nem végezték el. A tankerületnek a legnagyobb gyógypedagógiai intézményéről beszélünk. Rengeteg diákkal, rengeteg olyan diákkal, akinek muszáj egy olyan plusz fejlesztés és segítség, amit más iskolában értelemszerűen nem tudna megkapni, és pontosan ezt a módszertant fogja segíteni a megújuló belső struktúra. A tervek szerint a konyha és az étkező augusztus végéig elkészül, az épület többi részén a munkálatok május közepére fejeződnek be. A második ütem költsége bruttó 304 millió forint.